Sziasztok! Hát tiszta karácsony van. Igazából aludni sem tudtam, mert annyira vártam, hogy végre kézbe foghassam az új iPad Air-t. Egészen elképesztő volt, amikor végre kicsomagolhattam és végre kezembe vehettem. Elképzelni nem tudjátok. Tehát most megmutatom videón, mindent elmondok róla, amit tudni érdemes, de vegyétek kézben, borzasztóan durva. Új neve van az iPad-nek, eddig hívták iPad-nek, iPad 2-nek, stb. Most átnevezték és iPad Air lett a neve, ugyanis annyira könnyű, hogy hát tényleg légies az egész, szinte nem is érezni azt, hogy az embernek a kezébe van. Főleg, hogy a mérete miatt tulajdonképpen sokkal-sokkal könnyebb, mint amit várna az ember. Igazából 28%-kal lett könnyebb, mint az iPad 4 vagy az iPad 3. Érzésre, hogyha egy minit és egy iPad-et fogunk a kézbe, teljesen ugyanolyan, mint hogyha... Tehát olyan érzés, mint hogyha ugyanolyan súlya lenne, mint az iPad mininek. Egész egyszerűen azért, mert nagyobb az iPad Air, mint a mini, és igazából a szemünk azt gondolná, hogy sokkal nehezebb. A retina kijelző nem változott. Ez eddig is tökéletes volt szerintem, és hát nem is nagyon vártam többet, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a retina kijelző megjelenése óta ez a legdurvább iPad frissítés, ami kijött. Tehát bármelyik iPad frissítést nézzük, a retina az egy jelentős előrelépés volt az iPad 3-nál, de ez az iPad Air az elkeskenyített szélekkel, elvékonyított házzal és a súlyával együtt sokkal-sokkal nagyobb előrelépés, mint a retina kivételével eddig bármi volt, bár még szerintem még a retinát is lenyomja összességében annyira jó. Mindjárt látni fogjátok, hogy miért. A súly abban is érezhető, hogy hát én, hogyha hátradőlve a kanapéban vagy például a kádban használom, igen, beviszem oda is, használom az iPad-et végre, most, hogy lekerekítették a sarkokat, nem annyira éles, mint az iPad, azért ez látszik, hogy eléggé vágja az ember tenyerét. Ezt már tavaly nagyon vártam a mini megjelenése óta, hogy ugyanazt a dizájnt megkapja, mint az iPad mini, és végre egyrészt a súly sokkal könnyebb, és a lekerekített sarkok miatt bármeddig tudjuk így tartani a tenyerünkben, mutatom így, tehát ugye befektetjük a tenyerünkbe fektetve. Nagyon-nagyon kényelmes használni, szinte észrevétlenül belesimul az embernek a kezébe. Következő, ami nagyon fontos, hogy hát az elvékonyított házban ilyen vékony, és a lekönnyített ház ellenére ő is megkapta az A7-es processzort, ami az iPhone 5-esben is megtalálható, és ráadásul 100 MHz-el gyorsabb is, ez 1,4 GHz-en ketyeg az iPad Air-ben az A7-es processzor, tehát még gyorsabb is, mint az 5-es, és a múltkori videóból láthatátok, hogy az 5-es az borzalmasan durva. Ami nagyon nagy érdekesség, hogy letesztelték már Geekbench-en az iPad-et, most nem fog teszteket futtatni, mert felesleges, higgyétek el, hogy baromi gyors, és van egy ilyen adatom, hogy gyakorlatilag a 3 évvel ezelőtti MacBook Air teljesítményét hozza ez az iPad, és 3 évvel a MacBook Air nem volt egy rossz gép, gyakorlatilag közelítünk, nagyon-nagyon közelítünk a tabletekkel, hát főleg ezzel az iPad-del az asztali gépek teljesítménye felé, ami igencsak örömteli hír. A grafikus teljesítmény is duplájára nőtt, ami igencsak érezhető, borzasztó, folyamatos mindenféle scrollozás, meg a játékok is nagyon-nagyon szépen futnak, bár eddig is az iPad 4-en szépen futottak. Én azt gondolom, hogy nem is most fogjuk érezni ezt a kétszeres sebesség növekedést mind processzor számítási teljesítményben, mind grafikus processzorban, hanem egy pár hónap múlva, amikor elkezdenek a fejlesztők bedurulni és kifejezetten az A7 chipre optimalizálni játékokat, ezt az iPhone 5-esen is érezni fogjuk egyébként. Nagyon-nagyon durva játékokra számítok a következő évre az A7 processzornak köszönhetően. A vékonyság és a súly könnyítés ellenére az aksidő nem változott, továbbra is 10 órát bír az akkumulátor. Szerintem az iPadnek egy nagyon-nagyon nagy előnye, hogy ennyire durva aksidővel rendelkezik, és
ez szerencsére nem ment az akkumulátor üzemidő rovására a vékonyabb és kisebb ház. Vékonyságra visszatérve még egy dolgot majdnem elfelejtettem megmutatni, azért is készítettem ide ezt a iPad 4-et, próbálom összekarcolni. Hát láthatjuk, hogy a kijelző mérete meg a magasság az nem változott, viszont itt oldalt nagyon jól látszik, hogy mennyivel lett keskenyebb az iPad Air, mint az iPad 4 volt, vagy bármelyik korábbi 9,7 incses iPad. Brutális. Még mindig nincs vége a jóságoknak. Tényleg brutális volt ez a frissítés. A Wi-Fi sebessége is a duplájára nőtt. A MIMO antennáknak köszönhetően, MIMO technológiának köszönhetően jelentsen bármit is ez, nem néztem utána, megmondom őszintén. A lényeg, hogy kétszer gyorsabb is lehet akár a Wi-Fi sebessége, akár 300 megabit per szekundumra is felkúszhat a letöltés, illetve az upload speed, ami szerintem igencsak örömteli, hogy ezen is fejlesztettek, nem is keveset. A kamera nem változott, minimálisan lett jobb, szerintem elhanyagolható a különbség. Csodálatos képet tudok még magamról csinálni. Én nem használom fotózásra, meg videózásra az iPad-et. Igazából végszükség esetén használható, hogyha egy dokumentumot vagy bármit be kell fotóznunk, arra tökéletesen elegendő. A kamera nem kapta meg a 120 fps-t az A7 Proci ellenére. Tényleg szerintem nincs is szükség, hogy így iPad-del próbáljunk meg videózni, mert valahogy ilyen esetlen a tartás, és még mindig ahhoz túl nagy egy ilyen tablet, hogy normálisan tudjuk tartani, és így a kezünk súlya ne húzgálja a fotózás vagy videózás közben. Szóval nem lett 120 fps, de ugyanúgy 1080p-ben tudunk videót rögzíteni. Ami még érdekesség, hogy a hangszóró sokkal-sokkal durvább lett. Egészen meglepődtem, mikor először elindítottam tegnap egy YouTube videót, és voltak mélyek. Ezt most úgy sem tudom megmutatni így a kamerának a mikrofonján keresztül, nem lenne érezhető, csak egy hangzavart hallanátok. Higgyétek el, hogy sokkal-sokkal jobban szól, mint az iPad 4. Szerintem nagyon sokat fejlesztettek rajta, és dolgoztak, hogy ez így szóljon. Tényleg sokkal-sokkal jobb lett. Ugyancsak jobb lett, és tisztább felvételt biztosít hangfelvételek esetén, az a dual mikrofon. Mégpedig itt is lett egy mikrofon, meg itt is van egy picike luk, és a két mikrofon együtt dolgozik, próbál zajt szűrni, mert ugye a két mikrofon különböző szögekből veszi a hangot, és ebből kitalálja, hogy mi az, ami zaj lehet esetleg, ami háttérből jön, például a hűtőnek az zúgása, vagy ilyesmi. Hát ez is sokkal jobb lett. Külsőre teljesen más lett az új iPad Air. Teljesen új gombokat kapott. Itt az iPad 4 mellett elég jól látható, hogy most már fénygombok vannak a műanyag gombok helyett. Imádom a fémet, tehát nem annyira vagyok a műanyagnak a híve. Úgyhogy fémgombok lettek, illetve megváltozott az Alma logónak is a dizájnja. Egy gyönyörű szép, ugye ez egy ezüst színű iPad, egy gyönyörű szép ezüst színű Alma logót kapott. Egész egyszerűen nem tudok más mondani, félelmetesen szép ez a ház. Az egész iPadnek a kidolgozása, a végletekig, tehát szerintem, hogyha mikroszkóppal vizslatnánk körbe, vagy bármilyen makroobjektívvel, akkor is csak azt tudom mondani, hogy tökéletes. Mit nem mondtam még el? Hát azt, hogy természetesen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldozva dől betű minden instant get. Az iPad Air egész egyszerűen jobb lett, mint vártam. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen dizájn lesz, elvékonyítják a házat, mint az iPad, de nem gondoltam volna, hogy ennyire vékony és ennyire könnyű lesz, és ennyire egybe lesz az egész iPad, és a sok kis apróság, amit elmondtam, a kétszer gyorsabb Wi-Fi, az A7-es processzor, meg az egész, ahogy egybe van, tényleg egyszerűen instant get. Ezt meg fogjátok fogni a kezetekbe, és meg akarjátok venni azonnal, higgyétek el. És még valami, szerintem, hogyha Steve Jobs élne, és ő mutatta volna be ezt a terméket, akkor sem lehetne jobb ez az iPad. Sőt, mondhatnám azt is, hogy Steve Jobs igazán büszke lenne erre a termékre, mert én is büszke vagyok, hogy
annak a cégnek a logóját képviselhetem az APR boltjainkkal, aki ezt a tabletet megalkotta. Én azt gondolom, hogy van hasonló tablet a piacon, hasonló súlyú, de műanyag, kagyi, lassabb processzorral, gyengébb kijelzővel. Van hasonló méret, van olcsóbb, de egy ennyire összerakott készülék, ami összességében ennyire jó lenne, és ilyen nagy élményt nyújtana használni, ilyen nincsen még egy. Úgyhogy azt javaslom, hogy mi hamarabb nézzetek be hozzánk, és fogdossátok meg. Nagyon-nagyon érezni fogjátok az instant érzést. Annyira könnyű a cucc, a macskát sem zavarja egyáltalán, hogy ráraktam. Simán bealszik mindjárt.